Liriodendron tulipiféra, ez a tulipánfa, amit összekevernek a... Magnóliával. Így van, ami a... Ami a liriumfa, jó? Tehát amikor bemennek önökhöz kertészetbe, és azt mondják, hogy már én szeretnék kérni egy tulipánfát, és ezt kicipelik nekik, akkor az nem lesz jó, mert ők akkor valószínűleg magnóliát keresnek, jó? Így néz ki tehát a levele, tehát mint a templomok, vagy a tulipános ládikán ugye a rajzolat, ezt erről lehet nagyon könnyen megérni, és ami még nagyon izgalmas ebben a növényben, hogy a levélnek az alakja, aztán persze előbb-utóbb az embernek rááll erre a szeme, a levélnek az alakja az messziről is kiszúrható, jó? Tehát a távolból is lehet látni, hogy ilyen az alakja, jó? Észak-Kelet-Amerikából származik, ugye a lombozatából díszít, 20-30 méter magasra megnyúlva nagy fa, kupos, majd kicsit később ilyen szélesebb, borzatos korona. Hát a leveléről ezeket mind le lehet írni, de én azt gondolom, hogy bárki, aki ránéz erre, az rögtön fogja tudni. Egy biztos ősszel sárga, méghozzá nagyon szép sárga. És azért ez fontos, mert ugye különösen, ahogy tehát ugye azt kell látni, hogy a kertészetben azokat a növényeket viszik, amelyeket általában ugye a média valamiért fölkap. Ez akkor, amikor az áfonyáról írnak a nőklapjában, utána mindenki áfonyáltak vagy, jó? Tehát, hogy amikor az, hogy ugye nagyon az ilyen bulvári hírekben esetleg ilyen kedvenc, ilyen kis dobozokba beszokták akkor rakni, hogy na most a szép őszi színek vannak, akkor utána a hölgye bemegy a kertészetbe, és azt mondják, hogy ő is egy olyan fát keres, ami ősszel szépen színeződik, és ilyenkor ez nagyon fontos. Hogy például a latin neve Liriodendron tulipiféra szépen színeződik, jó? Így néz ki magasan nagyba, így néz ki a levele. A virága az tulipánszerű, zöldes-fehér, a szirmok tövénél narancsárga, ez a hajtásvégeken fejlődik ki. Ez sajnos igaz, hogy a levelek között alig látszik. Van most ilyen, a Babolyvár mögött van egy, vagy hogy hívják azt a kis házat, ahol a szerszámok vannak? Szerszámos ház? Szerszámos ház. Tehát a szerszámos ház mögött van egy, azt érdemes megnézni, az nagyon szép. Jó? Júniusban nyílik. A higiéneiről akkor egy pár gondolat. Tehát alapvetően mondjuk egy ilyen igénytelen fáról van szó, ami tényleg bárhol megél. A nem túl kötött tárgyus mérsékelten nedves talajokat szeretik. Nagyon szép, amikor ilyen szép körmondatokat mondunk egy-egy növényről, aztán utána a következő 10-20 évben, hogy ezt hogy tudjuk folyamatosan biztosítani, ez ugye már egy más kérdés. Egy biztos, hogy egy növénynek az életében a legfontosabb, ez hangozik bármilyen közhelyszerűen is, de ugye az, hogy hová telepítjük el. Jó, például mondjuk a tipikus példa, hogy a füge, amit tudjuk, hogy hova kell telepíteni. Fügére tanultak már? Meleg. Jó, tehát ilyen meleg helyre, jó? Tehát hogyha ez csak azért, mert a füge erre nagyon jó példa, de ez mindenre vonatkozik, jó? Tehát hogyha egyszer ezt egy déli fekvésbe egy jó helyre betették, akkor jó eséllyel egész életében nagyobb bajok nélkül hosszú életre számíthat. És ugyanígy van ez a liriodendronnál, és ugye el tudjuk találni azt a környezetet, amit ő szeret, akkor nagy baj nem lehet. Jó, melegigényes, tárra és fénykedvelő, és egy fagytűrő, lombos fáról van szó. Így néz ki a virága. A szaporítás volt a nevelésről, akkor érés után vetjük, és ezt, hogy csak földnapdával ültethetőek át, igen, amiket ma a kertbarátok megvásárolnak a kertekben, azoknak a döntő része, 90-akárhány százalék az konténeres anyag, jó? Felhasználás, szoliderként szokás, de esetleg ilyen tágos hasonlókra is alkalmas. Hát ott, ahol mondjuk Németországban vagy Gyurzatokban, valahol ilyen szép hasonlókat, ilyen tágas ilyen állékat, tehát ilyen sétánnyal egybekötött, ilyen andrási szintű sorokat kell elkezdeni, ott fantasztikus látványt nyújt, jó? Különösen, mikor nyújt fantasztikus látványt? Így van, mert akkor milyen színe van? Jó. Kártevői a kórokozó betegségek, ugye a levélteti azt támadhatja. Igen, hát ez persze elég sok mindenről elmondható, de róla különösen, tehát idős korában hatalmas lesz.